Frabato volt a mai nap szakértője. Most gyakorlatilag azért hívtuk vissza, hogy elmondta, hogy milyen nézői telefonok voltak, de egyszerűen nem tudom levenni a szemedet arra a dobozról. Mert én rosszul vagyok attól a doboztól. Hát kis koporsó. Hát mert egy kis koporsó. Ebbe mondtam, hogy hozok egy rituálét. Igen. Általában a hívások most arra azért jöttek, egyik a te ingedre, ugye ezt megbeszéltük, igen, hogy nem mindegy, hogy milyen ruhában vagy, és egy férfi kérdezte, hogy a piros szín a feketével összevegyítve miért jó, szerelmi ing, tehát igazából a szerelmi energiát segítése ezért jó. De nagyon sokan avval hívtak. Anyu, megyek haza. Lenevedd az inget. Nem, az rajta van. Van ilyen gyertem. A piros-fekete ez erre van, majd elmondom. Tehát nagyon sokan avval hívtak, hogy Halloween-kor csináltak tavaly bizonyos dolgot az internetről, ezt az gyertyát gyűjtöttek, és azóta ez történt, az történt a lakásban. Ez jó-e, hogy lehet megállítani? Van, aki kéréseket fogalmazott meg, és mondta, hogy nem nagyon hiszik az egészbe, de az összes kérdés, amit megfogalmazott, az meg teljesít, hogy lehet ezt tovább vinni. De nagyon hiszem, hogy Anett már teljesen sokban van. Kezdjük el közben ezt a... Ez egy nagyon egyszerű, ez egy régi kelta. Hát egy kicsit rosszul fog kezdeni, tehát kell egy 7 csipet föld az egyik szerettednek a sírjáról. Nem a sírjából, a sírjáról. A sírjából. És mellől nem jó, mert hogy a legtöbb sír már nem feltétlenül földdel borított. Hát van olyan, ami tudod úrna, és akkor be van betonozva, de az is földbe van. Tehát ne úgy képzeld. Körülötte lévők is 7 csipet föld. Azt kell csinálnod először, hogy van 3 darab tolpihe kell hozzá. Mindegy, hogy milyen tol? Hát a kakastól kéne, de pihe. Tehát van a kakason, és nem tól, hanem pihe. Esővíz, 10 csepp esővíz. Az időjárás. Esővíz. Meg is kérdezem a rejszt. Te erre fel kell készülni. Ebből ezt úgy kell csinálni, hogy 7-szer egy kis csipetet kiszolsz, és mindig, amikor egyet kiszolsz, egy szerettedre gondolsz, egy elhalt szerettedre. Olyan is akár kisállat, ami volt, amit szerettél, amit nagyon szerettél, kisállat elvesztetted. Arra rászad az esővizet, tolat, és egy kis gombócot formálsz belőle. Ezt régen úgy csinálták, hogy egy fekete szallaggal összekötötték egy fekete gyertyával, mindenféleképpen nem mécses, hanem gyertya, és szűz gyertya, ami nem volt meggyújtva, és a gyertyára rákötötték ezt a gombolyagot, és ezt kitetted a ház elé, ez nem engedte be ilyenkor az ártó démonokat, szellemeket. Az fontos volt, hogy fekete gyertya? Igen, fontos a fekete. Tehát fekete gyertya, ami még nem volt előtte meggyújtva, és nem is szabad meggyújtani, mert az ő hitrendszerükben ez új volt benne, hogy megállítja a fekete démon, tehát a rossz a feketével egyesül, és vár, hogy mikor lesz a gyertya meggyújtva, mikor lesz a rituál ő behívva, és ott áll, és ott köszön. Na, a gyertya gyújtás az a behívás. Igen, a behívás. És azért hoztam egy pár ilyen gyertyát, ami kétszínű. Ezt, ha otthon vagy, és a tököt kifaragtad, a tökön belőle, ha fehér gyertya, egy sima színű gyertyát vesz egy fehéret, és a szeretted képét, akkor őt hozod be. De vannak ilyen kétszínű gyertyák, ami egy kérés lehet megfogalmazni, a szerelmed megvalósul, jövőben meg lesz a szerelmed, átkerül a két szín, a piros elég átmegy a feketébe. Ezt a mágiaboltban lehet beszerezni? Hát ezt sehol nem tudod beszerezni. De neked van egy de nekem van, és nem adok senkinek. Van egy online shoppon. Nem adok senkinek, még nincs online shop. Ez egyértelmű a pénz. És ez pedig a rontás, a negatív dolgok, tehát a fehér, hogy átmegy a feketébe, a negatív dolgokat szünteted. Frábátó, nekem mindig az a félelmem ilyenkor, hogyha valamit elszúrsz, miközben csinálod ezeket, vagy nem jóra gondolsz, vagy nem tudom, hát akkor végzetes dolgot követhetsz el. Pontosan erre írtak sokan, életezni kell. Nem is rosszat akarsz, valamit rosszul csinálsz. Hát igen. Internetről leveszel bizonyos dolgot, mindenféleképpen hozzáértőt meg kell kérdezni, csak itt ott van a kérdés, hogy ki a hozzáértő. De ezeket meggyújtod ezeket a gyertyákat, ezeket, vagy ezeket igen. És mikor kell őket meggyújtani? Ezeket most vasárnap este kéne. Uh-huh. Most vasárnap este. Tehát, hogy átmenjen a így követően. Van, és beelőzöd, és átmegy. Vannak ennek is, én azt mondom, hogy érdemes egyszer végighagyni. Tehát meggyújtod végigég, azért ilyen kicsi, hogy ne égjen 6-7-8 órát, meg 2 hónapot. Követ 2-3 óra alatt ez leég, egyszer meggyújtod végigég, kész. Van, aki ezt elosztogatja 3 napra, hogy 3 ugyanannyi időt bejelöl, és ugyanannyit, de az nem jó, megszakítja a folyamat. Lehet egyszer is mind a 3-at éget? Nem. Nem. Csak külön. Nem. Csak egy. Két végén nem szabad égetni a gyertyát. Tapasztalat. Illetve szabad, csak akkor az problémás. Mi van még abban a kis koposocskában? Hát van egy kis ilyen, ez mindig van nálam egy kis viaszbaba, hát tudod. Ez kell. Ezt ez tudom, erre gondolni kell valakire, ugye? De ez nem jó, ez nem jó az esetben. Ebbe a feketét hoztam minden, de ebben is van több szín. A szín az ugye meghatározó. A fehérrel tudod bemondani a szerelmet? A pirossal. Piros, mindig a piros a szerelem színe, és az a lényeg, hogy
Alap. Alap, hát ezért mondtam, ki kell belőle szedni egy kis részt, és az, akit, ha nem egy általános, akit van egy célszemélyed, akkor annak a fényképét, a hajszát, vagy bármit beletöltesz a babába, egy kis tűket szúrsz bele, az nem a vúdú, hogy szívinfarktus fog kapni, hanem érzelmileg az érzelmei feléd jönnek, ha fejét szúrod, akkor a gondolatai fejéd jönnek, a karját, akkor téged érint. Lehet ártani is, ha rosszat akarsz, és lehet jót is okozni. Senki hát itt... nem akar itt rosszat. Senki. Oh. Lehet variálni bárhogy. Igazából ennek is az a lényege, mint ne kevés ilyen babát látsz, hogy ez gyerekként is működik, meg lehet gyújtani és leég. És amikor leég és végigég, és kifordulnak bele a tük, akkor válik a kérésed megvalósultá. Érzem, hogy te teljes sokkolat vagy. Igen. Mit viszel haza? Fekete gyertya, piros? Az a dolog fontos, még annyi védelmet tudsz hozni, ami van mindenhol fahéj. Őrölt fahéj, amikor a tököt kifaragta és megcsinál a rituálét, a fahéjat ilyen kör formájában szétszórod, és a fahéj az egy mágikus erejű, nem engedi át ugyanúgy a negatív szóra. Tehát akkor, hogyha még fahéjat szórok az ablakpárkányra és az ajtó elé, akkor védelem. Tökéletes az is. Gyerekek, ha meg vagyunk. Ha megeszed, akkor pedig zsírt égetsz. Igen, de ezt nagyon nehéz megjelent. Nagyon nehéz megjelent. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elhoztad újra a kis dobozkádat. Ez kisebb, mint a múltkor. Hát igen, kisebb, szerencsére.